valami pikkely. Igen. Újra indul? Nem. És mi van? Várjunk? Csináljuk. Várj egy pillanatot. Csinálom. Magyarország jobban teljesít. Hazugállat. Bomba vagy. Köszönöm az miniszternek. Akkor most van az, hogy ilyet nem csináljunk. Akkor azt mondom, hogy lerúgom a gatyámat. Jó. Nem táncolunk egy picit? Táncolni? Vagy csak így ilyen kis idét? Egy kicsi a nyelvén, de aztán mi? Az a baj, hogy a szöveget meg megkívál egy bizonyos mennyiségű szöveg, hogy én nem tudom szakon bár. De nem húzzuk el, csak lötyögünk egy picit. Akkor csak meghagytak. Jó, vagy jaj, igen, a hangosodat. Oh, mit szólnak, hogyha lerúgom? Hm? Hát jó. Hát csinálom is. Formálj egy párti, akkor még nem fogjuk el. Ő sem az ellenzék jel. Egészen új. Add már ezt a hülye minisztervezást. Szédítő, nem igaz? Ha gondolod, szólíthatsz Lajosat. Vagy most mi van, ahol most beteszem, hogy csendes, de az most hogy úgy le van állítani. Vagy most lehetne ma alkalmazni ezt az emlét. Vagy megtalálod a rádióban, és akkor... De akkor meg, ha megtalálsz egy zenét és tisztán fogja a rádió, akkor fel fogsz állni. De jó, de te tudok előtt egy kicsit úgy... Jó, visszaoknáltok egy cióra, hogy neki támasztod a margitalmat. Oda? Oda, de van, hogy nem is olyan zene játszik, hanem meg a gépbe. Akkor csodálatos életkilátás. Gyönyörű, nem igaz? Ha gondolod, szólíthatsz Lajosodnak. Téli szemű van, mi? Akinek nincs pulzusa, az rendszerint az. Nyilvánvalóan egy kettő. Honnan tudja? Hát a szobapincér az nem lehet, nem igaz? 60 mellett magasan vagyunk, kinn az állványzaton nem járkál senki, már csak egy betörő, nem? Valahogy felfeszítette az ablakot, az meg bal. A legjobb lesz, ha értesítjük a rendőrséget. A rendőrséget? Igen, jelentjük a hullát. Így jár, az ember az ellenzékkel kezd, nem jelentjük a hullát. Itt meghalt egy ember, kötelesség. És mit mondunk majd nekik? Mit csináltunk mi ketten? És ugye ez a rendőrség sem fogja tudni feltámasztani, nem igaz? Úristen, hogy ez kipattan, elbeszéljük jövőre a választásokat. Úristen! Már látom a holnap a szalag címeket az elnök úr kedvenc minisztere, és a kormány, és az ellenzék titkárnő egy hullával folytatott szexorgiát. Tehát azt még a kormánynak sem engedheti meg magának, hogy felfedezett egy hullát, és nem vett róla tudomást. Valamit mégiscsak tennünk kell, nem? Úgy is van. Hívom is a titkáromat. A Takács Bélagot? Úgy van. Isten. És mi ezt kezd ezzel a helyzettel, Takács úr?
A mi pártunkban az emberek utasításra hajtanak végre. Halló! Béla! Azonnal gyere ide! Ne hogy a múzeumban, a hotel prezidentben! Ne kérdezz többet, Dilán, két perc alatt átérsz, és egy szót se senkinek, igyekez! Ki az? Szobaszervíz! Menjen innen! Halló! A minisztikus testőt fogják meg, hagyom! Nem érek rá! Az eset nagyon komoly. Igen? Láttok egy férfi bepanikálni.
már említettem, nem lövélyek rá. Ja, a szomszédos hölgy azt állítja, hogy legalább 10 percen át ugyált el a kukucskáról férfit. Haznak odakint térdelt, és befelé nézett. Szentséges úristen! Megmondom őszintén, én magam nem tapasztaltam semmit, szerintem nyugodtan elfelejtettem. De miniszter úr, hát lehet, hogy egy betörő volt. Betörő? Igen, engedelmével elmentem a hálószobába. Hálószobába? Igen, az elkerül, oda is be lehet lépni. Juliska! Ja, lehetetlen állapotok, bocsásson meg. Hát persze, természetesen. Az teljesen természetes, ha a szállodaigazgató saját maga akar ellenőrizni a hálószobába. Igazán kedves miniszter úr. Az is teljesen természetes, ha a szállodaigazgató saját maga akarja ellenőrizni a hálószoba erkélyét! Igazán kedves! Köszönöm! Mindjárt megyek és kinyitom az ajtót! Ki az? Miniszter úr, én vagyok az a Béla! Jöttem, mint a félrész! Hús! Ide, titkár úr, most mondok, az először is utoljára mondom el. Nagyon figyelj! Én valami szörnyű dolgot fedeztem fel most ebbe az apartmanba. Amikor azt mondod, hogy apartman, akkor a személytár vagy fogalom. Hús! Hull a háttel, a gardon. Amikor azt mondod, hogy hull, akkor az... Na most ezt a hullát valamikor később valaki más fogja felfedezni, de oda titkár úr felfedez. Miniszter úr, én azt mondom, miközben én már bevagyok a parlamentben, és minden befolyásom az addal, ebben próbálom elfogadtatni a jövőjévé költséget is, és az ellenség titkárnél már a saját hálószobájában nyugszik. Miniszter úr, tudom, hogy én vagyok a hibás, de mi lenne, hogy kimennék és újra megyek? Na, Béla, amikor jöttem az ajtón, viszont a szájdolgozó asszony, ne felejtsd el, hogy amit én most mondtam neked, azt én nem. Tehát, az akkor nem próbált meg ide bejönni, semmiféle betegünk. Én itt egy teljesen szokványos estét töltöttem el, és nincs hullagas. Ez volt egy igazán. Béla. Felfogtál, amit én mondok? Tudom Isten, te mindent elhiszel, amit én mondok neked? Béla, tudod, hogy te segíts semmire, jó? Csak intelligensen bámulj, és bólogass, Béla, jó? Ó, hát azok... Elkülönösen, én ezt mindjárt gondoltam. Engedje meg, hogy beutassam önnek Takács Béla urat. Ő az én parlamenti titkárom. Arra gondoltam, számára is biztosítanék egy lakosztályt. Úgy gondolom, túlságosan sok munkát ülcsöltem szegény ember gyakába. Nem az? Béla. Rendben, Miniszter úr. A legtökéletesebb határa, hogyha valamelyik szomszédos lakosztályt kapnánk meg, közös erkéllyel, mert közel kell lennünk egymáshoz, igaz, Béla? Tűzsdét utána nézett a kácsonyiben lehetek a szótárkára. Ami pedig a betörő tizetimizmó, azonnal rájtáltam a biztonságokat. Szerintem teljesen felesleges. Hiszen nem tett semmiben sem fel, és különben sem tesz jót a szállodák életére. Biztonság mindennél fontosabb. Miniszter úr! Tökéletes alakítás volt, Bélem! Minden egyes bólogatásod arra jött. Miniszter úr, most megtudhatnád végül, hogy mi az ő történik? Semmi. Egy négy csillagos szállodában töltesz egy éjszakát, az meg pedig az előbb sikerült. Baszd meg. Állam költsége. Miniszter úr, én nem maradhatok ki az értő, hogy ne szólni be. Ne. Igen? Valami kiesett belőle. Nyilvazd. Ez így voltam én olyan magas. Viszont? Rállítom addig a felvételt. Tönkretették. Béla, minden egyes bólogatásod arra. Miniszter úr, megmutatom végül, hogy mi az örömök történik most már. Semmi. Egy négy csillagos szállodában töltött egy éjszakát. Állam a költségem. Miniszter úr, én nem maradhatok ilyen olyan, hogy ne szólj még két híreséggel. Itt van jár, azt mondd meg neki, hogy később mész haza. Borzasztó büszke lesz rá, hogy fél ilyen. Soha. Anyám, ilyenkor már az is különben is a nehézség az ápoló nővel, és Izabella nővével. Hátalom? Igen. Én esetem, akkor én nem tudom. 9.30-kor már lejártunk, hogy ne... Bélem, akkor hívd és mondd meg neki, hogy... Nem szeretnék visszajönni a bizantvával, Isten, és különben is... Nagyikám, lehatott, izgatott, amikor időben tudtam. Bélem, a kormánypárt jövő évről van szó, faszek! Már meg! De visszajönni!
Bár a Gyöngyi Kovács kisasszony... Kovács kisasszony... Kezdett már felcsönni a gondot, Fénys? Tiszteltem az ellenzékre. Minisztelünk, hogy tehetett ilyet? Hát ezúttal elmaradt vélem, de nem is ez a legnagyobb gondunk. Először vissza kellene szerezni az ellenzéket. Nem. Én akkor oda szoktam ezért. Meg sem kérdezem, hogy miért. Felvilágosítottam én a titkárra a valamiáról. Természetesen. Csak úgy abban hullad. Hát az előbb még azt mondtad, hogy nincs. Csak azt mondtam, hogy ne hozzuk a szállodigazgatót utána. Szállodigazgató? Igen, mert szerencsétlen csak annyit tudod, hogy itt egy betörő jár. Betörő? Betörő, de itt a betörőből volt este. Betört a volt este. Nem, csak lenyomt. Az álló igazgatót, hogy a betörő. Betörő! Már nincs, de gyakorlatilag. Mari drága, menj légy és hálószabába, majd szólok, hogyha megvan a nyugat, jó? Tessék, hol nem tudom a tiszta levegőt. Ordítsd a jó! Sajnálom, hogy ilyesmi bekeváltatok. Már megszoktam, kisasztok. De még egy általán vagyok benne. Bélám, még soha nem volt ekkora szükség a segítségre. Álljad meg a menet miniszterről. Előbb azt mondtad, a holttest akartam. Persze, miért volna? Halló! Ahhoz az orvosban szerencsém, hogy a 444-es szó a pincét kerüljük át fel. Igazán? Kérem, azonnal jöjjön fel. Köszönöm. Miniszter úr, szeretnék megtudni valamit arról a holttestről akartam. Lédhán, tudtam, hogy a bajban szállítottok rá. Talán nem biztos, de azt szeretném megtudni, hogy került a holttest az ablakon kívülről a tarkopon végülre. Miért került a vélet? Hogy te, miniszter úr, hogy te egyedülön egy holttestet méltóztattál a décibelni? Vélem, egy betörő volt, csak szó, és gyorsan kellett cselekedned. Sikerült már értesíteni a rendőrséget, hogy más hivatalos felület. Nem, Béla, nem sikerült. Éppen ezért lenne a és szükség a segítség. Sajnálom, én is területeinek, én nem tettem. Béla, feleségem, az tudja, hogy én a parlament vagyok. Egy pillanattal minden kiderülhet. Az ellenzék titkárnőket minden. Minden, hát nem túl bizonyítik, hogy miért akartál elkezdeni. Feleségem, egészen másfél belőle lehetünk. Na, Béla, ezzel kapcsolatban semmi más jó, mint nincs. A közösszámban egyetlen nem tudjuk. Jó, akkor rád az a feladat A-ból D-ben. Nem, azt hiszem, ezzel a tökéletes semmilyen feladat nem. A századigazgató asszony hozza a szobakulcsot a földhöz. Mit csinálunk? Földöztetjük a hullát te hálószobádban. Földeszik a te hamakpárkányodra, mikor én már elmegyek a polgóknál a barometre. Az ellenzék kikerültek a saját hálószobájában, te fölfedezed és szólsz. Szóval jó lét a pincelú, áttransferáljátok a szerencsétlent az éjtetpartmanomba, ráfektetjük az én ablattárkányomra, amíg a vérítelünk meg az ellenzik tükkel, ugye, ugye? Béla. Ez a nő az ellenzik, ezért. Ennek az asszonynak vége, érted? Vége a jóisten szerelmény. Miniszter úr, egy miniszter? Szerelmi vágyat politikailag kockázatos. Ezt nem először mondtam. Pedig az elnök úr is tudom, én? Szerintem te lenne más választása, mint hogy engem kirúgjon, én pedig itt. Néhány, én lennék az ötödik olyan miniszter, akiről kiderül, hogy tökéletesen alkalmatlan a feladatban. Fél, hogy jövőre nem nyerhetjük meg a választást. Bent van a gondolat. Elnök? Nem. Kormis. Ha? Őben? Nem az elnök, nem a kormis. Elnálljunk, Béla! Miniszter úr, mekkora egy kormányzás. Hogy jól tegy meg azt. Miniszter úr! Ki az? A számodaigazgató! Miniszter úr! Nyitok! Jó, jön a miniszter úr!
mondjuk, vagy nem mondjuk? Mondjuk, mondjuk. És hová tűnt Takács úr? Éppen azt mondom az igazgatóasszonynak, hogy Pipirc! Sikerült számára, biztosítanom, hogy 445-ös sem. Ti erre 445-ös? Engedjen meg, hogy bemutassam önnek Takács Bélát. Takács mi? Elfelejtettem volna talán megemlíteni? Nem elfelejtettem. Hát, hogy Takács úr megtudta, hogy itt alszik, azonnal a telefonált a kedves feleségének. Ja, ne! Tehát az éjszakán Takács úrra töltő kedves felesége is, igaz? Beletöltem? Igen. Köszönhetően a szállodaigazgató asszonynak, aki prezentálta nekünk a 440-es lakosztályt. Köszönjük. Takács, azért valami több nem gyöngyel. Ez így is van. De hát szörnyetek egyébként, hogy megvonom a beosztottabbdól a gyönyört. És hát vagyunk őszintén, hogy a gyönyör itt esetik meg előttünk. Nem igaz? Takács úr, ahogy megtudta, hogy alszik, azonnal a telefonált a kedves feleségének, aki csapott, papott, hátrahagyva, ripsz-ropsz-ittem. Na, azt látom. Most hát bizonyára feltűnt önnek Takács egy viszonylag hiányos öltözéke. És hát igen, addig még Takácsné tusol, Takács úr. A házastársak mellett baráti viszonya. Ugye? Azt hiszem kellően megvilágítottam a helyzetet. Azt hiszem. Nem is kell ezt a dolgot tovább. Hát természetesen nem. Azonnal felkötözem azt, hogy majd 45-ös kulcsát. Remek. És annak kérném, hogy amit kiköltöztem a vizes helységekből, akkor hogy ön vagy a kedves férjem fel tudjon a recepcióba bejelentkezni. Természetesen. Köszönjük. Ez így is van, kérem, csak arra láttam, hogy bejutassak a fülőszobába. Miniszter úr, mit kevett? Én azt gondoltam, hogy itt meg kiegyensítem a dolgokat. Na, gyere ki, Bélám! Ez is úgy volt. Ki az? Mi az öreg Isten? Mi az öreg Isten? Tartott ennyi ideig. Mi az öreg Isten tartott eddig? Hova tettem? Hova tettem? Hogy mikor jövök ide, mert azt kérdezem. Én még először ott látom. Nem, 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 a takásházaspár. Igen, de itt állok, és akkor, tehát ott nézel rám. Tehát amikor beiszom, nem itt vagyok. Itt le, egyből észre vesz az én most értem. Először ott voltál. Először, de utána beszéltük, hogy amikor kopognak, hogy oda megyek. És akkor, hogy kit akar-e? Ez egy szonyú volt. Ki az? A szobaszervíz. Mi az ördög tartott ilyen sokáig ember? Hová tett a ruhát? Milyen ruhát? Sötétkék ruha a fogjáról. S maga mit? Ja. Csinos lehet. Maga mit te el? Ja, igen. Akkor szíveskedne előkeríteni? Futó lépésben. Azonnal, egyébként a szállodaigazgató asszony közölte, hogy a 445-ösbe új vendég érkezett. Úgy is van. A Takács házaspár őt. Takács Béla és a kedves felesége, Takács Bélámé. Drágám! Tessék, Bélám! Csomagja nincs, Takács úr. Az még nincs. Nincs. Se csomag, se bőröm. Miért is nincs rá szükségük? Rászatom vannak. Ezen sokkal kapsz köszönöm. Uramisten. Uramisten! Béla, reggel nősült vidéken, a nászutas lakosztály pedig az én násza járnékom. Egy tökéletes helyszín a nász éjszaka lebonyolítására. Akkor miért a sőkös a felesége ruhája Takács? Mert át kell mennünk a szomszédba. Na, szedje a lábát, jó? Köszönöm. Igazán van. Miniszter úr! Én interpellációval szeretnék élni. Bélám, te tudod a legjobban, hogy az interpellációnak a világon semmi használ. Rudi, vagy mi, Mari, menj a három szobába, szólok, hogy hajt vannak a ruha, jó? Sajnálom, hogy ilyesmivel kevertük, titkár úr. Meg hogy eldobtották az esküvőt? Neki? Nekem? Na, Béla, a fő cél, hogy költözz át a 445-ösbe. Előtt
Fel kell hívnom az ápolónőt. Nem lenne jobb, ha mégiscsak átköltözélnek a 445-ösbe? Fúfa, most kérdés voltam. Jó, akkor bolyogítsd a telefon végre! Én ezt tudom? Igen, de csak itt. Nagyon jól megy. Na, megjegyszer. Telefonál. Jó? Jó. Közlöm bele a késésem okát. Közlöm bele a késésem okát. Halló! Izabella nővér. Igen, Takács Béla miniszteri titkár beszél. Nem, semmi bajom. Tudja, hogy vigyázok magamra. Anika, hogy van a Isten? Azt mondja, mama nagyon nyugtalan. Béla, még mindannyian nagyon nyugtalan vagyunk, de légy szíves, mondd már meg, hogy később lesz haza. Izabella nővér, egy hatalmas szélességet szeretnék öntől kérni. Azt mondja, bármilyen szívességet kérhetek tőle. Hurrá! Igen, egy váratlan esemény. Valószínűleg később élek haza. Igen. Ha a mama keresne, akkor a 452-243-at elérhető vagy. Béla! Ez a Nemzeti Múzeum olvasóterme. A 444-es vagy a 445-ös lakosztály. Köszönöm. Semmit nem. Béla, most, hogy végeztél a telefonnal, igazán elkezdődsz átköltözhetni a 445-ösbe. Ha már ott vagy, mász ki az ablakon, és az RTL-en keresztül légy szíves, fáradj be ide. Jó. Na. Frakció évadzáró. Frakció évadzáró, bár! Kiviska!
Léni, te, a Frédi, hogy bírja? Hulla! Á, Frédi, te olyan fából faragták, mint Bélát. Bélának ma reggel volt az esküvője, és Frédi volt a bőfény, kicsit túlítta magát, szegény. Na, nem baj, Frédi, majd kialasztod magad. Frédi, maga mit keresik? Hogy mit is? Ja, persze, előkerítettem a ruhát. Szenzációs, köszönjük! És hogyha bármire szükségünk lenne, ezentúl szerintem magát fogjuk majd keresni, jó? Megkérdezhetem a nevét? Hunyadi. És mi a keresztneved? Márkás? Rezs. Na, jó, a Rezsi, akkor egy kis pénz vásárt fiam, jó? De ha ő majd én, összenek okanyunk is fejünk, jó? Na, tessék! Köszönöm. Örülj, hogy ez nekik a hullám. És akkor még egy kis lóvé, ezen már tudna egy kocsmát tenni vidéken, jó? Köszönöm. Nem volt ez olyan rossz? De. Marika! Gyere ki! Itt a ruhácka! De magamtól jövök. Mi? Magamtól jövök. De mi? Mondom, szólok, hogy itt a ruha. Jó, akkor szólj. Na! Bőleje! Itt van a ruhácka! Nézd meg! Frissebb a sorba! Vett a ruhácskát, és azonnal jelentkezve a recepción, mint Takács házastár. Igen, tartsd már normálisan azt a tököt! Itt egy napszemcsi hadrálatnál jobban néz ki. Ezt nem értemeltem meg. Ahogy bejelentkeztél. Ahogy bejelentkeztél, sikérsz haza, jó? Mi addig Bélával átviszik a húst a négy jelben jó? Most kellene csak a jön? Nem. Kicsit később. Majd most. Haza kell menni a poklon keresztül. Hát, valóban.
valami jó bőrben. Nem lesz megfelelő az utazás, Takács? Kicsit nagyot hal. Nem lesz megfelelő az utazás, Takács úr! Szívesen kinyitatod rendadóztályt önnek is! Remélem, itt nem ül balám mögé! Hát abban biztos lehet, hogy nem ül balám mögé. Éppen elég hulla van már, én is hallom. Hát, akkor mit lesz, Takács úr? Mert az előbb itt volt a szállodigazgató, 5 percen keresztül beszélgetett vele, és most már azt hiszi, hogy ő az én bátyámat védi. Megint igazad a Bélát? Ó, miért hagytam magam, miért mentem bele? Béla nyugalom, tiszta fejre van szükség. Már megint ez a fejben, többes, megint. Béla, te ebben a dologban ugyanúgy benne vagy, mint én. Én? Igen, mert ki beszél? Ki volt? Hadd beszélve egy hullával. Én vagy te? De nincs csak... És ki játszottál egy tízős, egy hülyen... A kurva anyját te meg a szarnak, egész lehetőtt a sókamókát. Ki játszottál ezt a lászutas bókomókát egy tízős Takács Mirámival? Én vagy te? De biztos! És a berúgott bátyát, a Frédi? Miniszter, egy valamit megjegyezni. Jövőre az ellenzékre szavazok! Várom is én. Na ide figyelj, titkár úr. A lényeg az, hogy a szállodigazgató asszony Frédi napszemüvegben, bőrkabátban és koszos cipőben látta. Na most, mi lenne, ha remek a ruhába látta el, hiszen nem ismernék fel? Miniszter úr, nem üdvözlethetjük át, nem megküzdhetjük le. Ugyan már Béla, túl késő van már a fényeskodáshoz. Gyere, tegyük a gardróba! Kit hív, miniszter úr? Rezső. Az kicsoda? Ez a... Háló! Rezső, maga az? Itt a maga a minisztere beszél. Tudja, az a dúsgazdag úr a 444-es volt. Igen. Igen. Egy apró szívességről lenne szó. Igen, ahol egy bank akadtam is. Na, figyeljen, tudna nekem egy garnitúra ruhát adni? Nadrág, zakó, efféle. Igen? Nagyszerű, akkor hozza fel nekem kérem sürgősen a szíriai menekülteket gyűjtünk. Köszönjük! Ki az? Mi az ördögöt keresik? Majdnem összefutottam a portán Igorral. Igorral? Igen, a férjem. A férjével? Lent van a portán. De mit keres az ellenzék, mint ez férje a hotel prezident? Jaj, ezt nem tudom, de... Még szerencsé, hogy nem vetésztem. Így még az életben nem rémültem meg. Tudtam, hogy ebből van. Ezt tudtam. Én megmondtam. Ne károd Bélát! Megmondtam. Hiába kérde perszott a bátyáddal, a jóisten már réglemet a sorunk a tekintetét, hiába szájadsz! Pedig hát csak a jóistenben bízhatunk, miniszter úr. Akkor bocsánat, meg vele van mutam. Igen? Már megint maga az Izabella kisasszony. Cáfolódni! Menj vissza, foglalkozz a bátyáddal, Béla! Ne! Sajnos nem tudom adni Takácsodat. Miért nem száll már erre a Takácsról, kérem? Ne! Hát ide ne jöjjenek! Ne! Ahogy sem magának, sem kedves mamának semmi köze, hogy Takácsról két vette a feleségül. Nyilván, ha Takács úr férfiúi kötelezettségének eleget tett, azonnal keresni fogja őt, önöket. Kezüket csókolom. Na! Anyám szív jól hozottam. Kit érdekel? Legalább lesz valami elfoglaltsága az ápoló nőnek, nem fogjuk neki egyfolytában telefonálgatni. Na, menj állász, hogy Bélán, fagd meg a hullát, aztán tedd be a gardróba. Gyere, bácsú, megyünk. Jó, és én ezt Tibor.
feltűnése némi zavart okozott, ugyan, de higgyel, Mari, uraljuk a helyzetet. Üdítő! A figyel! Ki az? Gyorsan! Ki az a macsos, jó? Mert a négy nevben örökök, hogy pillanat. Nem mondod? Bizony, mint is. Szerjünk már! Nyitok! Bocsánat, azt hittem a f***t. Üdvözlöm, bakát! Kásáros miniszter vagyok. Te nem mutatok hozzá, mert sem tudom, hogy tudod. A választók közvetemből méltóztatik esetleg? Az kéne választók között. Remélem nem a gázvezetékkel van valami probléma. Még a világítással se, öcsém. Jön, és én vagyok a Mari férje. Bocsásson meg, nem beszéltem meg önnel, hogy a világítás témát nem feszegetjük, mert ma politikailag ez lehet egy súlyos téma. Ebben az esetben visszakézzek, hogy miféle Mari? A Kovács Mari. És lesz a gázvezeték. Értek. Kovács Mari, bocsásson meg, nem tudjuk be semmit. Elnézést kérem, de nem. Na hagyjuk a munkás, hova bújt? Kicsoda, a feleségem, hova? Elnézést, ez a Kovács Mari a maga felesége? Mi van, hova bújt? Azonnal válaszolok, de mondja már meg, hogy egyáltalán mit keresne itt? Nyomoztattam te. Juliska, nyomoztatom? Igen, úgyhogy tudom, hogy mit akarsz tőle. Át akar állni a kormánypárthoz. Kormánypárthoz? Rögtön tudtam, hogy miről van szó, amikor azt próbálta nekem beállni, hogy szegény beteg nagynénjét megy meglátogatni. Aha. Hát remélem nem arra gondolom, hogy éppen céloz, de elég fiatal ember. Fiatal ember ezzél engem, amikor te a portán bejelentkezni méltóztattál, Kalmár pontosan ott lett mellette. A Kalmár? Miért a Kalmár? Magántetektíven! Aha. Egy órája hívott fel, hogy tett a nézsi készül a négyes ablakába, úgyis felveszem éppen neked látod. Uh-huh. Ebben az ablakban? Te Isten! Úgy van, eddig vártam meg. Úgy van, eddig vártam, úgyhogy felteszem az ablakot. Tehát ön, uram, azt sem tudja, hogy a kedves felesége itt tartózkodik-e a szállodában. Mondom, hogy lent álltam és láttam, hogy a Mari belépen ide. Most csípj érdekes szállás. Arról biztosíthatom, hogy a Marika nem érdekel. Hanem hova? Milyen bénám ez? Lakács Bélához, igen. Ugyanis egyenes javaslát. Lakács úr, az én parlament titkárom, becenevén a parlament titkárja. Azt hiszed, hogy ezt bevesz. Természetesen, hiszen Takács egy megőrzött, szaknyapecél, egy gazdcsábító, egy fanatikus politikus. Minek nézel te engem, miniszter? Én egy nagyon intelligens fiatalembernek nézem, hogy gond, épp ezért kérem, hogy fáradjon a recepcióra, és kérdezzen rá, hogy egy Takács kedves feleségre esetleg legyen. De figyelj, öcsém! Ha most megpróbálsz átrántani, én kislát csinálok belőle. Önnek felkezik arról, hogy én kormánypárt vagyok. Te meg arról feledkezzel meg, öcsém, hogy Kalmár még mindig itt van az épületben. Én arról egy pillanatban nem mehettem megfeledkezni, viszont biztosítottam arról, hogy ez a Kalmár nevezető úr egyetlen egy terhelő szót sem fog róla mondani. Még látjuk egymást. Már alig várom a találkozás körülményt. Igen? Szóval szervéz. A kedvenc szabója érkezett, uram. Végre! Húszas. Ez a koszorús fiú ruhám, uram. Ez. Szép kérlek. Még itt prezentek. Parancsol. Köszönöm. Tényleg csodálatos. Köszönöm. A helyzet súlyos. Igen. Bezső. A helyzet súlyos. Jó hallani, uram. Tudna nekem szerezni egy tolószékét? Valaki? Összeomlott? Bezső, majd többen összeomlottunk, viszont egyetlen személynek kellene ez a bizonyos tolószék. Jó.
Dezsővel tárgyalok? Maga az egész nászészakát kiben mászkába tölti az erkélyt. Kérem, ne velük foglalkozzon. Tud nekem tolószéket szerezni valami? Sem. Természetesen. Bármit, uram. Bármit, uram, és a továbbiakban. Szenzációs Dezső, csak az idő, pénz. Köszönöm. Eljött. Tisztelt, kérem. Mit akart Igor? Egyben. Interpellációra 30 napon belül írásban válaszol. Oké, Miskola. Vagy egy rossz hírem, meg egy még rosszabb melyik. Jó hír nincs. Akkor nincs. Kezdj a rossz hírvel. Na, rossz hír az, hogy az ön kedves férje egy vérbeli magándetektívet zúdított a nyakunkba. Uram, és te ennél rosszabb hír nincs is. De van, de van. Ez a magándetektív a mi barátunk, aki lakik a garkosban. Uram, és minek a túlószék, miniszter úr? Béla. Ez egy magándetektív. Ez egy magándetektív. Nem engedhetjük meg, hogy vagy a te vagy az én apartmanomba fedezzék fel. Ebből kifolyólag szegény be fogjuk csomagolni egy poklózba, és beletesszük a tolócsba. És te majd kitolod szépen le a bokrok közé. De miért nem tudom? Dunába. Na most a bokrok közé vagy a Dunába? Most a Dunába, a bokrok közé. És te mindenki? Minden, csak van, amikor többé kétszer bokrok. Értem. Erre majd nem értem. Na, annyira nem. Jó. Persze. És azt mondom, hogy a Duna mellé a bokrok közé. Jó, a Dunába. Letolod a Dunába. Miért itt már mondod? Na most végül. Nyilván nem tettem még észre, hogy a szegény kiszenvedett. De az embernek már teljesen mindegy, hogy ki, mikor itt fog fogja felfedezni. Nem igaz? Úgyhogy szépen beleteszünk a dologkocsiba, és te szépen kitolod a bokrok közé. Bokrok közé. De miért éppen én, és miért éppen oda? Isten is. És mi lesz Igorral? Na, még egy ok, ami miatt Bélán politikai menedékjogot kap a Dunába. A bokrokban. Ne szívhozz már, légy szíves. Jó. Vagy komolyan. És ezt most egy teljes meggyőződéssel, egy rohadt geci, vérgeci vagyis el fogok nekik mondani, hogy... Ez látszik, hogy vérgeci vagyok, és elmondom, hogy én! Azt mondta nekem a szerencsét, egy kis hazugságot, kedves hazugságot intettem el szegény úrunkba. És pedig az, hogy feltudod a kedvességét. Igen, igen, egy kis képzel, de először nem akarta elhinni. De aztán mondta neki, hogy menjen a recepció, és kérdezze rá, hogy bejelentkezett a takács. Egy takács feleségével. Bebizony a 445-ös. Miniszter, tudja, hogy mi van már? Igen. Hát ha így folytatom, én fogom lebeszélni tapsot az oroszokkal, és vagy az is lehet, hogy én leszek a következő köztársasági elnök. Mi az? Igor! Jézusom! Ne! Persze kinte! De miért tudom, hogy kisimáljuk egy fekvénkáltat? Ne kell öltöztetni! Ezső ruhájába inkább a hullamitak férjen. Előbb már! Majd megszokjuk! Szabó. Nyitom! Igazad volt, miniszterként. A szemben 445-ösben takásnak a feleségében van jelentkezve. Itt szemben? A szégyentelen. Kopogtattam, senki nem nyitott ajtót, elinde! Öldög is, pokol! Nincsenek oda már! Nincsenek? Uram, én kapom! Szedje magát össze, Igor! Ez az én hibám! Azért lépett be ezzel a takáccsal a majdnek! Jobbál az ágyban. Én nekem meggyőződésem, hogy maga jól lehet az ágyban. Pedig minden baj forrás az, hogy én hozz vagyok az ágyban. Én biztos vagyok abban, Igor, hogy magának az a dolog az rendesen áll. Na, de kérem, miniszter úr. Bocsánat, éppen azt mondom az úrnak, hogy... Kérem, ki miért meg attól, hogy megismétli? Nyugodtan rám bízhatja a fiatalembert, majd én elintézem. Várom, de akkor egyúttal legyen szíves ezt a takásodat is
elintézni. Kicsit a takács! Nyugalom, minden rendben van, jó? Semmi sincs rendben, mert valaki berúgta az ajtót a lényegéletűsben, és szétvette az egész útózatot. De hát, takács úr biztos itt van, nem? Itt nem az anyagi kárról van szó, mint itt felül, hanem a hotel prezident hirdetéről. Hát az is. Kérem, itt nálunk nagyon sok látszatot lebonyolítottunk már, de én ilyet még nem tapasztaltam. Szedje magát össze, Igorka! Nézd a fiatalember, fogalmam sincs, hogy ki maga, és én sem igazán értem, hogy mit keres, itt én neki vagy jelen miniszter úr lakosztályában, de fel kell, hogy szólítsam, hogy amíg összeszedte magát, kérem, távozzon a hotelből. Miniszter úr, talán jövőben szerencsésebb lenne, hogyha a parlament nézze meg, hogy a feleségét is kérdeje. Igyekszünk. Szörnyű érzem. Szörnyű érzem magam, miniszter úr. Szedje magát össze, Igor, menjen haza, aludja ki a dolgot, aztán holnap minden kiegyenesít. Most akarom kiegyenesíteni mindent, de legfőbbként azt a lakadék takácsot. Hogy milyen lehet, hogy a takács nem van az? Én. Akkor megyek és belefolytom a levesibe. Helyes! Helyes! Pittyek! Mi az öreg ördög tartott ilyen sokáig, drága eső? Uram, nem olyan egyszerű, ének évadjál egy ilyen tolókocsit leasingen, de egy fotkeresztel. És ez a tolókocsi, ez megfelelő állapot? Kit tűnt? Köszönöm, uram. Gyertek, minden rendben van? Igor nagy szerűen viselkedett. Nagy szerűen? Sugárzott a szerelem, tudod, még soha nem hallottam volna beszélni. Istenem, véges is. Na, hogy sikerült a barátunkat felöltöztetni? Nem volt egyszerű. Ó, Istenem. Gyert, dobjukám ide. Tudom. Mindenki szeretek?
Béla, mi van már? Jöttek! Órák óta tartom azt a listát. Mi van már? Eltűnt. Mi tűnt el? A pofa! A tolószékből! Hová lett? Nem tudom, miniszter úr. Bélám, volt be, hogy csak a biztonság kedvéért rejtetted el valamit? Amíg átmentem a bokrocért és visszajöttem, már nem volt sehol. Egy évtizedben hullát nem lehet elkészni, Béla! Miniszter úr, hát azon vagyok, elpárolgott. Amíg te kimentél a listát, én átmondtam a másik szobába, letettem az ágyról a fotót. Visszajöttem, és mire visszajöttem, nem volt sem. Az egész nem tartott fél percnél tovább. Béla! Ezt a tolókocsit ilyenkor hátra kell hozni nekem már kis jó, ha az ember arra is lökött. Nem én lökök arra. Én is. Béla! Miniszter úr! Ez pont ott van, ahol egy órával az volt. Becsületlen valamra mondom, amikor én kimentem innen még a tolószik. De én meg már azt hittem, hogy te szórakozol. Nem. Balat! Nagyon nem ült. Még egy közönséges holtestet se lehet fel. Nem ült, de nem baj, mert egyébként szokott ülni. Valaki gumbolódik benne. Lehet, hogy fogok. Politikai zsarolásra gyanakszom. Nem csodálkoznék, hogy a rövid időn belül előkerülne valamilyen zsaroló lehet. Tudtam, hogy ott kellett volna maradnom a mamával. Gyere Béla, emeljük be! Valakinek a bátor. De ki nem? De ki nem a bátor?
Történetesen az egyik doktor Szent Györgyi vigyáz a testvéremre, felének sajnos elszállt haza. Gyerekek, ez így szokott lenni? Már most azt szerintem tök nem volt az. Egyébként pont így szokott lenni, csak szoktam mondani, hogy ő Kása Ferenc. Nem később szoktál egy picivel elindulni? Lehet, hogy nem, lehet, hogy én tévedek. Nem, Az eleje úgy volt, hogy bejön a Sanyi, diskurál az Ervinnel, és te már addigra már előtte jelent be, már a Laci még bent van. Igen, még a Laci bent van, és elkezdi ragozni az Ervin, hogy te akkor kinek a tesója, kinek az esküvője, mit tudom én, és te már így állsz. Tehát, akkor még középen szoktál állni. Igen, csak most befordultál a kanapé elé, és már a start készültségben voltál, hogy na majd mindjárt jön a Sanyi, és elkezdett tolni arra. Tehát nem kéne olyan gyorsan oda beállni, úgy, mert furán nézik, amikor Laci előtt próbál az Ervin magyarázkodni, ugye, hogy mi van az esküvő irányában. Ő Kása Ferenc, dr. Szent Györgyi Albert. Vigyázz rá, felülesen is elszámolja. Tisztelni, neked is van elég bajod. Meg neked is. Neked a bátya. Igor. A feleségem! Szedje magát össze, Igor! Menjen haza! Beszél a feleségével, biztosan nem csalta meg magát. És mondja meg neki, hogy egy pillanatig nem csalódott maga a miniszterébe, jó? De tényleg, miniszter úr, ezt azonnal abba hagyni? Igen? Most nem érek rá. Jani, nem látja, most nem érek rá. De látom, de úgy gondolom, hogy az itt már elvégeztetett, és már egy öncsön tartoztatja itt semmi. Eleve tapácsod még szolgálni némi magyarázattal. Ebben mondjuk igaza van. Köszöntem vele, hogy a tétedben és a kegyes anyagi káráért felelős. Sikerült vele szót váltani. Itt áll a lüknél. Magok én nekik. Igor! Igor! Így! Most látod, hogy mit csinál? Közöltem Takácsúval, hogy a kedves feleségével együtt azonnal el kell hagynunk a szállodát. Takács nélkül ne lehet, mi már otthon van. Takács úr pedig már elindult haza. Felfogta, hogy körültetett a nász éjszakájukat? Szép kistárs éjszaka mondhatom, amikor az úr törzsült fel egész éjszaka a bátyát fogalmazza egy nyomorú tolószékben. Hát persze, mert szegény rosszul lett. Mármint a Frédi túlhívta magát az esküvőkről, és hát Bélának kell hazatolnia. Vidékre. Nem, vidékre, csak ide le a fokba. Bőla! Bocsánat! Miniszter úr, kezdj csokolom! Itt állunk megegyezésünk szerintem már a bokot rájársz. Feltámadtuk. Mi van? Feltámadtuk. Bokot. Mi az Istenről lesz? A tolószékből a bokot. Frédi bátyom! Kérem magunkra hagyna bennünk. Köszönjük! Feláll! Mi állt? Az a papa. Ugyan már ez? Ha jól láttam, nem volt magánál. Köszönjük szépen, ezt mi is láttuk! Hát épp be tudtam volna a ügybe, amikor felállt. De ez kifejezés! Miért olyan képtelenség? Kérem, ne szóljon bele, jó? És te mit csinál? Én rohantam ide, mint aki puskából lőttek ki. És mit csinált a Frédi? Az meg levett a liftet. Még a végén összehagyna a liftet. Miniszter úr, ez kísérteni fog minket, és ugyan már, hogyha felállt, akkor nem halt meg. Csak ugyan. Ami nekünk elég ilyen rossz hír. Ez nagyszerű hír. Hát a hajdani hullám, ez nagyon jó hír, de nekünk például nagyon rossz. Feléket nagyon jó, de nem kell letolnom a bocsok közé a folyóhoz, és lehetek haza leváltani. A mamánál az akkoron nő. Vélem, biztosan megfeledkeztél arra, hogy ez az ember él, akkor tud tanúskodni egy bíróságon egy ellenzéki titkárnő és egy kormánypárti miniszter ellen. A félgelben találkoztál? De előjjék meg, szabad szembe velem a folyosón. Persze. Mert még mindig úgy tudja, hogy te vagy akkor szegyedni. Na, a lényeg az, hogy még Igor előtt kell megtalálni nekünk ezt a bizonyos magándetektívet. Uramisten! Az jutott eszembe, hogy Igornak még azt adtam be, hogy a mi kalmárunk azért elhűlt bátyám a fej! De jó! Mert eddig mindenkinek úgy mutattam be, mint az én részeges bátyámat a Frédit. Na most, az a lényeg, nem,
Tehát még mielőtt Kalmár megjelenne, nekünk már át kellene érni a partnert. Én nem tudok követni. Ki ez a Kalmár? Kalmár, ami élő halott. Menj és tartottas fel! De mit éppen én? Viszont ha Igor hamarabb jelentne meg, mint ahogy én átférek, akkor... Hát világ, akkor neked a jó Istenét tartozik. Miniszterasszony! Nem úgy lenne, hogy a parlamentnál kérjem, tudanám? Kegyelmes asszony! A mamán! A Kása úr! Igen? Én csak átugrottam ide. Miért ugrottál ide, Béla? Csak ide. Azt értem. A miniszter úr megkért, itt felejtett valami. Ah, értem. Gondolom a miniszter lánya, aki benne van, nem igaz? Nem igaz, hogy hol Béla? Nem, nem minden. Nem úgy mondta, hogy mindiket tetszik venni? Nem, 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 aztán hirtelen autóba jöttem, és ide jöttem, hogy meg nekem a miniszter. Hú, hát ez csak ugyan nagy meglepetés lesz. Hát ennek örülök. És csak meg tetszik nézni a miniszterblót, és már hagyunk is vissza vidékre. Majd ne csacsiskodjon már, hát természetesen itt töltöm én is a éjszakát. Az éjszakát? Persze. De hát a parlament ülés egész éjszak eltart. Tudom, de kíváncsi vagyok a beszédére. Egyébként, hogy állapodom, nem tehát? Ma este vagy általánosságban. Vitában. Abban remekül, remekül. Na, jól van. Azt hiszem, hogy átmentözöm és felmegyek a parlamenti galériára, hogy onnan hallgassam meg a férjemet. Azt nem teheti. Azt is lehet, hogy rendelek egy-két szendvicset és félén keresztül figyelem a kicsitát. Annyira kíváncsi. Persze, miért bevenni. Ah, akkor azt hiszem, hogy itt az ide, hogy átmenjünk a csendesebbi lakosztályba. Egy másik lakosztályba? Igen, úgy van ide a szomszédba. Milyen az enyémbe. A magáéba. Miért menjek én a magáéba? Mert az az enyém. Induljunk. Maga is itt lakod a szállat. Igen, 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 a miniszter ajándékra. Induljunk. Miért sülde? Rakta a gyerünk már kettesben. Nem értem, hogy miért. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Alkalom? Ki a Isten szállat? Szerelem! Szerelem, mert miniszter a szállat. Szerelem! Béla! Ó, a szendők óta hagyom a kívánságnél szorosztó. Tudom, hogy most megjött. Tudom. Ó, Béla. Istenem! Milyen csodálatos asszony! Béla! Sziasz, Sanyi, nem lehet, mint te asszony! Hát, miért tehetne? Úgy nézek én ki, mint a kőzt. A tehetem, Béla. Ebben a kurva már csokor, hogy... Ezért is lehetne. Ezért olyan furcsán, Béla. Hát észre lettem. Egy észrendős keresztül sikerült legyűrni a halat. Úgy van, úgy van. Legyűrtem. Hát akkor ne gyűrje tovább, Béla. Nem bírom. Hova? Ez az apukát. Természetünk az ebben. Most már őrőt, sírját követünk. Igen, hát nem mondja. Megyek. Pisti, meg tudod állítani egy picit? Tessék? Meg tudod picit állítani? Meg. Nézd! Üvítettem az egész szállodát, ezért a nyomorult magántetek. Béla! Kiska! Béla! Ki az? Nyitok! Szóval nem is tudom, mert bármilyen furcsa, azt hiszem, elveszítettem az emlékeimet. Áradjunk be, drága barátom. Azt mondja, elveszített az emlékezetét? Az igazat szóval még a
Nem rendben se emlékszem. Hát ez szörnyű! Arra sem emlékszem, hogy mit kecsettem ebben a szállatában. De hát ez borzasztó! Egy ilyen helyet őrizetlenül csak itt össze-vissza flangálni, míg majd neki meg valakinek, vagy valakinek foglaljon helyet. Tegyek fel a lábát! Nyújtózzon el! Nem igazán kedves. Én magát még soha nem láttam. Viszont a barátom bármely pillanatban visszajöhet. Ő bizonyára nagyobb segítségére lesz magának történetesen orvos. Orvos? Igen. Az hasznos lehet. Már éppen azon morfondíroztam, merre lehet doktor? Szörnyű dolog történt, miniszter úr. Csak minden szépen sorjában, doktor Szent Györgyi. Itt van a szomszéd a szobában, és azt hiszi, arra vár, hogy én mindjárt egy szenvedélyes szeszett. Szent Györgyi. Igen, bizonyára segített ennek a szerencsétlennek, doktor. Azt hittem, hogy megint meghalt. Nőiska, nincsen semmi baj. Nyugodjon meg. A doktor ugyanis ideggyógyász. Jövőm is. Semmi probléma, doktor. Nincs semmi pánik. Ugyanis a delikvens elvesztette az emlékezetét. Elvesztette az emlékezetét? Úgy bizony, szegény. Örülök, azt tudom, ki vagyok. Ez szörnyű. Bizony, bizony, szegényke azt sem tudja, hogy miért jött ebbe a szállodába. Tényleg. Ez a szoba, és ez az ablak, emlékeztet valamire. Jújj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 új
Tudjam engem, kapasztam maga férje! Miért? A éjszakai ülés van. Hajnalig ott ezt a parlamentben. Jó, jó, de bármikor itt lehet a miniszter úr. Miniszter asszony! Kiment a zambi, ugye, a zambi.
Arra rá. De később fedeztek fel magadban a férfi Béla. Mondjam, azt hiszem, haza kellene menni. Jó van, Ferikém, megnyugszunk, kérdéskedünk, megengedünk, úgyis van, ez a te takarózzunk, szépen ügyesen, fekszik, nyugszik. Béla! Béla! Ki az? Mit akar már megint? Erre a számlára egy aláírás kérem. Miféle szám? Pestről 3 ducat hajtóról a 445-ös lakosztályba. De ezt nem rendben. A Pestről és a kandlót Takács Béla után. Takács? Ahogy mondani... Akkor miért nem neki viszi? Béla! Jaj, mi az öreg ötödött kereseli? Azt hiszem, kívült a gardóba. De mit csinált a gardóba? Azt elfelejtettem. Te rendelted a pezsgőt meg sajt? Igen. Igen. És kinek? Azt is elfelejtettem. Azt meg Béla, hát nincs nekem erre idő. Mondja kedves. Rezső. Rezső. Mondja kedves Rezső. Eli, lassan kerít sor arra a nász éjszakára, ha szabad megérdezni. Nem szabad. Rezső, még nőtt elfáradna. Hadd kérdezzek meg. Altató van. Nagyon kell az altató, mert Feri egyes sűrűtettél magához. Feri. Mi? Feri. Egyes sűrűtettél magához. Az se volna majd, hogy az altató igazán erős. Meg lesz. Ja igen, előtte még Féli. Béla hálapénzünk. Passza meg a jeges, mert mindig a szorba jön a passza. Ezt Zsonci, ezt beszélnál én valaki, aztán nem meg. Mindig egyszer lenne. Béla hálapénzünk, ha lenne olyan kettő. Köszönöm. Jobb lenne, ha előre odottál nem fizetésünk. Fiatal, még az éjszaka. Na, most pedig megyek, megízom kis tesómat, de pedig ők, hogy másodleg Igor megjelent. Miniszter úr, nekünk beszélni kell egy nagyon fontos dologgal kapcsolatban. Na mi van Béla? Már megyek. Miniszter úr, a feleség. Mi van? A feleség. Kinek a felesége? A miniszteré. Melyik miniszteré? Az én miniszteré. Mi van vele? Bent van a gardróban. Rózi, bent van a gardróban. Igen, egy felálló. És kapott szokogat, nem igaz? Nem, és hát nem éppen azt. A feleséged bent van a gardróban, egyszer hálló, és mit csinál? Mire vár? Arra vár, hogy elöltözzek. Megnevettettél Bélát. Halló! Már megint maga az ünnepelve? Hogy mit beszél? És megtudhatom, hogy honnan telefonált? Köszönöm! De Béla! Főnővér mit kell se lényegődés meg? Arra vár, hogy lelepkőzzem. De mi? Hogy egy vad, szenvedélyes, szerelmi aktusban hajlódjak vele. Akkor ezek szerint neki rendelted a pezsgőt és a kardót? Nem. Azt a te feleségednek rendeltem. Miniszter úr, nem tudok mindent magyarázni. Róni, ez egy akkora durranás volt. A belén durran, miniszter úr, dobbak! Hozzá nem vagyok kíváncsi. Az abban durrant a fején, miniszter úr. Előtte vagy után? Felséget csak egy meglepetés kívánc szerezni neked egy nagy meglepetés. Sikerült még?
még majd később számolok. Polgár úr! Talán jobb lenne engem is beépíteni a központi költségvetésbe. Köszönjük szépen, de a továbbiakban nincs szükségünk segítségére. Köszönjük! A sors szeszélyes! Isten úr! Maradjon! A parlamenten elszabadultak, akkor a képviselő örülök el. Rézis! Az elnök úr már igencsak ideges volt, mikor az egyik ellenzéki felállt, és azt mondta, milyen kárt, hogy az elnök úr olyan nincs a parlamentben, hogy megvédje a gazdáját. Öleg! Igen, ez a miniszter úr bújnak a parlamentben. De mikor rájött, hogy maga tényleg nincs, ott nagyon ideges lett. Miniszter úr! Elég meleg a helyzet. Ne szóljon bele, jó? Mari magával. Nem, Mari maga menjen, nincs szó, mert követi majd magát, de előtte elintézünk nekünk, van egy fontos dolgunk. Hé! Minden eszembe jutott. Eszembe jutott, hogy mit keresek ebben a szállodában. Megint elfelejtettem. Jó, van. Bemenni, lefeküdni. Maga ezzel ne foglalkozzon. Béla, add be neki az adatot. Frédi bátyó, egy magányom. Maga menjen már innen! Na, feszesd le Frédit, mi meg menjünk majd itt. Miniszter úr, nekünk még van egy nagyon fontos elintézni való. Tartok egy kis előadást, meséltem az ellenzéket, 10 perc ma itt vagyok. 10 perc alatt itt összeomolhat minden! Halló, hoppá! Halló! Miniszter úr, kérem szépen! Erre a tolószékre szükség van még ma éjszaka? Mindenképpen. Javasolnék egy tartós kérletet, az bűzt, igen. Mindenképpen, de éppen most nincsen szükség, hogyha elszállásról már való folyosul. Magás! Jó, hölgy! Én már láttam valahol. Nem hiszem. De az arc olyan ismerős. Érdekes nekem is. A magának még nem is volt alkalma megtapasztalni, hogy milyen. Megmerünk, esküvünk, mi már találkoztunk valahol. Hát persze, de a hölgy doktor Szent György felesége. Megszakadtunk? Miniszter, inkább bevárom oda lehet. Nem sokára rend vagyok. Nem, mert érjön még is a Tibinek hívni. Nem képes? De a vezeték nem is ismerős. Kása! Hölgy és pokol! Maga mit keres még itt? Tudod, Lajos, igen, neked van egy olyan érzésed, hogy nem vagyunk testvére. Ez az úr az ő testvére? Doktor, kérem, fektessel Ferencet. Ferenc? Hát eddig nem más volt a neve? Kérem, doktor, vigye be a hálószobába Ferencet és adjon be neki adatot. És velem mi lesz a helyzet bizonyos aggodalomra adatot? Mi nagyon aggódunk mindannyian, kedves doktor, de akkor is Ferencet le kellett fektetni, és maradjon mellett, ami el nem az, jó? Őszintén szólva, nekem ez az orvos sem tetszik. Nyugodjon meg, nekem se tetszik sok mindenki. Doktor, hogy Ferenc elaludt, utána lehet foglalkozni a gardróbbal. És mindenki hagyja el 444-est, amilyen gyorsan tudok, én visszajövök, jó? Azt mondja, akkor most miért, hogy lehet ő, ugye? Igen. De akkor most hogy lehet ő testvére az ön testvérének? Úgyhogy anyám, gyerek! Csak Bélának és Frédinek más az apu. De akkor most pontosan milyen viszony is van ön között? Most beszélt. De most a lényeg az, hogy Frédivel is foglalkozik erre. Jó, rendben. De azért megjegyezni miniszter, hogy annak azért nagyon örülök, hogy Frédnek és Béninek és nekem más volt az apám, mint neked. Jó. Ugyanígy, ha a helyzet magaslatán rá? Meg hiszem azt tudom. És ha így haladunk, hajnalra meg is veszem azt a kis kocsit. A Frédnek! Igor! Gyorsan az abban! Jaj, és hát az Igor ez rabló vagy pantó? Rosszabb! Nyitok! Nem is kopok. Nyitok! Várjál! A férjem! Igor! Gyorsan az abba! Ja, jó, akkor most ez Igor, ez rabló vagy pandó? Rosszabb! Nyitok! Nem is sok! Hát most jó, nagyon jó így. Az huszodát méltóztatik keresni? Hol van Kás? Ebben a pillanatban ment el. Folyosan nem láttam semmit. Persze, hiszen ő a szokott úton az ablakon átközlekedik.
Na mindegy, nem is őt keresem, hanem a titkát, ezt Takács Bélát. Azt a bizonyos Takács? Azt a Takácsot. Ő is itt volt pár pillanattal ezelőtt. Ebben a szobában? Ahogy mondja. És látod, hogy egy ifjú hölgy? Természetesen, az ifjú arra állt. Igen, és milyen meglepő, hogy mindenki azonnal elillan, amint azt a hangot hallja, hogy Igor. Nagyon jó, csak vagy ha te meleget játszol, akkor nem így jössz hozzá, hogy hanem... Egy idő után. Érted. Hát jó, jó. Az első mozdulat lehet, hogy megmondom. Micsoda érdekes dolog, hogy mindenki azonnal elírva, amit azt a nevet hallja, hogy Igor. Ez nem is csodálkozik. Kurva kemény vagyok, azért. Szabad megkérdeznem, ha esetleg összefutnék velük két jelenhetekben? Annyit mondj csak, hogy Igor. Igenis, Igor. Igor? Uram, egy pillanat, uram, várjon, kérem szépen, várjon. Mert? Mert nem esetleg. Jó. Oké. Okay. Várjunk pillanatot, uram, kérem szépen! Jézus Mária! Nem, nem, nincs Jézus Mária, te örülsz neki, hát ez volt a cél. Azért mondod, hogy várjon egy pillanatot, mert azt akarod, hogy, hogy likvidálj most, jó? Azt tudom, jó. Oké, okay. De semmi baj egyébként. Ó! Oh. Egy Igor likvidálása 50 000. Na. Jöjjön. Kis nagysága, tiszta a levegő. Köszönöm. Nem tudom, feltűntál valakinek, hogy egy idősebb hölgyet beakasztott. Jaj, ne izgassa föl magát, azt mondom, minden tudok. A gazdasági élet fellendülése áldozatokkal jár. Még annyi, Laci, hogy nem mozogsz be sose a... Tehát kicsit befelé előre kellene bemozogni, hogy a, amikor a Sanyi elletérdel neked, akkor az meglegyen a... És nem, amikor nem. Ő elmegy hátrafelé, és akkor micsoda Igort rákezdő, hogy az, akkor mozoghatsz egy picit hátrafelé, ő felé, jó? Jó. Rendben. Megkapcsolod, és figyeljetek már Sanyival ott hátul. Pont úgy ugatsz, mint hogyha neked olyan kis vékony dolgád volt. A pocakodat csesztetik, Sanyi, ne törölj be. Azt mondta neki, te vagy a bentő jó. Rajta kérdött a rágom. Ezért elmegyek a Dőfa utca 29-be. Ki csinálod a mamát? Úristen, anyuka, a fejem. Felcsapja el a szemben. Szépen, keresem a CV-t. Ott volt egy pillanatra szemüveget már, amikor olvasol, azaz. Török, Dali, Péti, Takács, Béla, Takács, Béla, Törökfa utca 29, itt fogsz megdöbölni. Hová megy Igor? Igor, Igor, hová? A Takácshoz. De nincs volt, ott nem az álló szunájára, nem emlékszik. Szuszodában egy ember volt. Az is véletlen esett bele a rohadt medencébe, hogy igaz nevezetesen én voltam. Ne menjen még, Igor! Engedj doktor Szentgyörgyi, hadd menjek! Nem mehet! Nem mehet el, Igor! A saját otthonába folytunk meg azt a rohadt akár! Nem mehet el, így marad velem! Eresz, hadd menj, ezt marad velem! Ez sem, feszíts be! Eresz! Azaz! Az azonnal abba hagyni! Ja. Ha most nem tudom lepedek el, akkor pirítve vezetetem meg magukat a folyosóba, nem sok fél. Én megyek, megyek, én is mindjárt. Én is meg. Nem menjünk még, Igor, nem lehet sem. Ez micsoda dolog? Nem lehet, Igor. Minden eszembe jutott. Uram is. Ne azt mondd meg, hogy ő már elment. Eszembe jutott a neve, Kalmár. Visszamenni, az a kibír az ágyba. Maga nem megy vissza, maga tehát egy másik esküvőn elejje. De én már 15 éve nős vagyok. Jaj, azonnal hívom a ne törődj a szegény gyilványnál! Dehogy Feri, Tibi! A nevem Kalmár Tibor. Bassza meg bocsánat! Szemüvegbe sokkal fiatal. Maga Kalmár Tibor. A
Hát vagyok én? Hát maga az én magándetektívem! Mi van magával? Amennyire én tudom, semmi. Az úr... Kovács Igor! Engem nem kell bemutatni magamnak, akkor tudja, hol a felesége? Persze, hogy tudom. Hol a felesége? Hát maga tudja! A felesége... Hát te szegény beteg ember, állj ma lenne a helyet! Felkelni! Hol a felesége? Ez a törölköző meglehetős betekintést enged magam, Kovács úr! Hol a felesége? Az ablak! Az ablak? Hogy van az ablak? Ki mászott az ablakon? Az a... Hú, már minden eszembe jutott a törölköző. Ne menjél még! Várj még! A hajánál fogva vonszolom el, Kovácshoz! Mi várjon, nél már meg! Látjuk! Halló! Jöjjünk! Lejjünk ide! Így ide! Veszem! Jön az Andi! És ebben a nővé! Ezeket a ruhákat szépen összehetődöttek a látom az ágyban. Ó, ez van a miniszterem feleségé, nagyon szépen köszönöm! És a maga ruhája hol vannak? Mondtam, hogy várjon meg a szomszéd szobába, bizony be a belőnőnél. Ő a biztonsági szolgálat, a miniszteri lakosztály szervez tartozéka. Kérem, hogy menjen át a lakosztály. Semmi baj, csak igen meglepődtem, hogy fejbe vágott is. Na. Uram Isten! Uram Isten! Mellácska. Mellácska, itt a mondat. Mellácska. Mi történt? Még él. Jöjjön. Jöjjön. Csak a szokásért fogodjon meg. Jó, az állatom. Látték. Nyitom! Jó, én vagyok az a Jóisten szeretnél, engedj be a te! Oda megy, hogy így is tök jöjjön bele. Jöjjön, hogy megveszed más kodat? Nem, nem, nem. Bocsánat! Vélem, a költségvetési vitában vesztésre állunk. Ez egy kicsoda. Belül. Szabadulj meg tőle! Ez miért nincs még a saját ágyában? Azt meg nem tudom. Adtad ott a tárgyat is? Adtam egyet. Egyet titulát? Egyet egy egész üveggel. Miért, most azonnal nem megyek vissza, a kormánypárt megbukik. Na, ha te visszamész, akkor meg én bukom meg itt. Gyűl is van! Én meglepődök mindig, hogy az Ondi elmárodik. Az asszony, remélem hazatültem már. Te itt van még a szekrényben, mesztelő, fel kell öltöztetni. Mert ott van még a ruhája, fel kell öltöztetni. Képzeld el, mit fontoszik, hogy belesek a szálloda medencébe. Aztán följött a szálloda igazgatóhoz, hogy az meg ide várnázta a biztonság. Józsi, mifelé? Bellácska, befelé! Hogy hozzá felé? Hát majd így lesz, jó? Hát én álljulok! De amúgy az kurva! Bossz meg! Berakta a segít a szekrénynek az oldalához, hogy csúcs segítek! De nem fájt? Nem. Kijelentett, hogy maga a világ esküvője. Szerintem, hogy beszélni.
mondani, hogy mi a? Hogy mi a volt Bélának? Jó? Tehát ott az, hogy üljön meg, hogy teszi ki elmondott, hogy faszálja van egy nagy hazugságot, vagyis hát helyesebben neki is ezt beadod, és akkor hadd játszik a zombi azt, hogy mi a volt Bélának? Akkor kérdezzem meg, hogy mi történt a Végek mi vagyok? Végre kicsit túl itt a magát Béles külőjén. Hogy milyen volt a Bélának? Béla ma reggel megnősült, na, igaz, Béla? Azt hiszem, igen. Sinyénz, disznót. És ki a boldog arra? Ki is? Neve, Matiét. Na, most ezt is tudod, most elöltözhetsz. És hol van ez a boldog arra? Azt nem tudom. Egészen pontosan nem tudja. Mert a kicsi pár éppen bújóskát játszik. Bújóskát. Majd mindjárt megmagyarázom, ha felöltözöl és utána hazamész. A feleségem, aki megérődött, igen. Kovács ura, ruházattal. Kalmár. Mi van magában? Doktor Szentgyörgyi, jó lenne, hogyha ide jönne fel felébreszteni. Ó, Kalmár, szükségem volna tanulóra. Szentgyörgyi, ő már ide, ébresze már fel. Szükségem. Szentgyörgyi, ő már most ébresze fel. Hát. Tanúvallomásra, ezt már mind mondnák ki. Tanúvallomásra. Igen, tanúvallomásra, hogy fogújocskázzuk velem a feleségem. Tanúvallomásra. Igen, látod, Igor is fogújocskázt a feleségével. Mi ez az Igor? Igor a menyasszony családja tulajdonképpen. Ő vett el a Matvéd egyik unokahúgát. És miért szólította a Bélát doktor Szentgyörgyinek? Tényleg ezt doktor Szentgyörgyinek szólította. Ó, drágám, hát ezt én is hallottam, de miért is? Te Béla, miért is szólított téged Igor doktor Szentgyörgyinek? Hogy miért? Azért, mert én vagyok doktor Szentgyörgyi. Én! Testvére Frédinek, meg Béminek. Meg fél testvére, fél hármasnak. Jó Isten, tudja, hogy hova bújócskázik már a ez az Igor, Léa ki van. Itt is jobb, mint a könnyek áll. Édes Istenem, hát Béla menjen már is hordzol egy korcs ipart ennek a szerencsétlen Igornak. Béla. Persze, Takács úr megy és önt önnek egy korcs ipart. Igaz Béla? Na, menjen már. Te vagy Takács Béla. Mit tetszik kérdezni? Te vagy Takács Béla! A Béla, hát hogy ne? Mondtam. Ezt dugja a feleségem! Tessék! Biztosíthatom, hogy senki feleségével nem próbáltam még meg ilyet. Na hát azért azt még én sem gondolnám, hogy egy ilyen férfi, mint a Béla, viszont kezden a saját felesége unokahúgával. A felesége? Persze, mert a maga felesége nem a Matilda unokahúga. Ki az a Matilda? Egy pillanat. Azt hiszem, hogy mindent értek. Ugye, maga Kovács Igor? Bocsássatok meg. Ebből a szituációból van, de sokkal többet kell kihozni. Abból, amikor leleteződik Takács Béla. Tök jó a minikán, miért már azért? Egyébként már olyan színpad elrendezésünk, az Andi nem tud átjönni ide. Bizonyos okok miatt kénytelen ugye ott létezni. Egyébként nagyon jól ráéreztél, hogy amikor az Igor elkezd ráközelíteni a Takácsra, akkor te körülbelül a cimó mögött állsz, és nem húzódsz be a pista mögé, mert akkor már eltomítva már az élét. Viszont ez, ahogy te mész lefelé a táskába, ez nagyon jó. Esetleg meg lehetne azt játszani, hogy a cimó egy picit egyenesebben ül ebben a pillanatban, melletted, és akár közelebb egy picit a pistához. És a te meg először elkezdesz lefelé menni meg a pillanatba, és amikor ez meg csak már ott van rajtad, viszonylag gyorsan meg kell játszani, nem csak szöveg van, akkor így elkezdesz rádvénni a pistőre, és akkor én azt látnám, hogy ő ugye szinte fél ájult van, és a két ember csak így, tehát lent is vagy, és így böltök el ő oldalra. Tehát, hogy valami kis vicc benne van a részünkről abban a feltevezésben, hogy hol van. Onnantól kezdve az Angi elkezdődött a kácsodást, onnantól kezdve én megyek lefelé. Igen. Ahogy ő... Amikor ő rád megy... Ide jön megrád, akkor még nem megyek el. Akkor még nem tudsz, mert megrádod. Elenged, és onnantól kezdve, ahogy és... ő jön, nyomul rá. Jó, Sanyi, te már tudja, hogy csináltad eddig is, tehát úgy menj közel is hozzá, hogy megedem neki azt, hogy ő meg megy, tartja a távolság. Jó? Csak ezt a részt megcsinálom még egyszer. Oké. Honnan is a... Térdel szak. Igen, legyen úgy.
Krien. Ez az Igor, sírja ki magát. Sincs is jó, hogy könnyek lányom. Vagy Béna, menjen már és nincsen már egy kultifalkat a szegény Igornak. Ezt bocsánat. Lehet, hogy nem menj egészen be oda, hanem csak az ajtó elől akár, és tehát úgy lássunk téged, szép vagy, ott körülbelül, igen, ott, azt is, az a... És akkor jaj, Béla, menjen már, és öntsön. Mert akkor itt te is egész be ott vagy, meg akkor nem takarod be a cipőt. Kicsit zsúfoltnak. Bocsánat, még egyszer sérsz. Szeretném. Szegény Sonyi. Na ez az Igor, Rion csak nyugodtan löbölje ki magát. Nincs is jobb, mint a könnyek állja. Béla, menjen már és öntsön már egy kocsit elotáknak a szerencsétlen Igornak. Béla? Persze. Takácson, mindjárt megy és önt magának egy kocsit ad. Igaz, Béla? Jó, na még egyszer. Csináljuk ezt úgy, hogy az a szó, hogy Béla, az még térbe felve hangzik el. Tehát te ott a vidogálsz és szólítod a miniszter segít, és akkor felemeled a fejed, és sírás nélkül megkérdezed, hogy Béla. És majd csak utána kezdjél felkapászkodni, jó? Ez az Igor ridogálja csak ki magát. Nincs is jobb, mint a könnyek hárja. Jaj, Béla, menjen már és öntsön már egy kocsit ad ennek a szemencsétlen Igornak. Bél? Persze. Hát Takácsor mindjárt meg, és önnek egy kortikat. Igaz? Béla. Te vagy Takács Béla. Mit tetszik kérdezni? Az, hogy te vagy Takács Béla! Persze, Béla, hát most mondtam. Ez dugja a feleségét! Biztosítottam, hogy senki feleségével nem próbáltam meg ilyet. Na hát azért azt még én sem gondolnám, hogy egy olyan férfi, mint a Béla, viszont kezdene a saját felesége unokahúgával. Unokahúgával? Persze, hát a maga felesége nem a Matilda, az unoka húga. Ki az a Matilda? Pardon, azt hiszem én meg tudom mondani a helyzetet. Ugye, ön, Kovácsik? Az vagyok. Na, hát helyzet roppant egyszerű. Magyarázz el neki Béla. Kedves Igor, maga feleségének van egy anyja, ugye? Van neki, helyes. Na ennek a hölgynek van egy testvére, akinek van több gyermeke, és amelyikből az egyiket volt szerencsém feleségül meg a Matildot ma délelőtt. Hát ezt még mindig értem. Pedig borzaszt egyszer Igor, ugyanis Béla volt az a személy, aki az ön kedves feleségét meghívta az esküvő szertartásra. És én miért nem voltam az esküvőre meghívva? Csak a legszükebb családi köre koncentráltunk. Na hát ezért még számolok a Marival. Mi az annak? Nem szeretem a beugratós kérdéseket. Én azt tudom a megfejtést. Mari, Igor úr felesége. Igaz volt? Az. Azt hiszem. Végül is... Rávettem egy bátyó Ugát, akinek a nővérének az anyja egy bizonyos Matild, akinek a bátya dolgozik a miniszter. Na, Rózi! Öltöz! Nekem már réges-rég ott kellene lenni a parlamentbe, menjünk! Nem megyek. Megvárom a Matildot. A Matildot? Persze. De ez a Matild nem ér rá, nem akar veled találkozni? Mert hogy gratulálni szeretnék neki. És egyébként is csak egy pillanatás lehet rá. Jó, de... Nem akar vele találkozni, és megmondom őszintén, én sem szeretném a találkozni vele. Miért? Mert nem az én zsármerem. Mert különben is. Béla, egy vallomásra tagzom neked. Szerintem ez a Matilda kifejezetten ronda ízléstelen. Jaj, na de majdos. Elég neked. Miniszter úr! Egy gondja megoldódott, miattam nem kell aludnia. Köztem is Igor között minden helyet. Remek. Csak olyan, hogy tetszik lenni. Nem tudom, mit mondjam neki. De összefogottunk a portál, letérdelt és szerelmet van itt. Köszönöm. Nem, azt meg is nem tudok komoly lenni. Ő volt Mari. Na, menjél, öltöz aztán. Irány a parlament, föl akarsz. Lajos?
Igen? Úgy gondolom, indulnod kellene a parlamentbe. Igen. Vér, hát aztán egy lépésen nem vagyunk előbb, mint egy órával. De nem vagyunk előbb, sőt, tudod, mit tettél te ellenem, Izabella nővér és a mama ellen? Izabella nővér, az teljesen jó elmondott benne van. Ki kellene szabadítani? Ha, felégtelni, ki szabadítani, jó helyen van. Akivel foglalkozunk ennél az Rózi. Rózi, aki tapottat nem akar innen elmenni, mert ő kíváncsi. Matézsra, a feleségedre. Akkor nézd rá, Zsolt, te Rózi, de egy örökké valóság. Szerinted, Bélám, szerinted, de is én előbb fogom állítani ezt a Rózi. Elő, mi? El. Én is tennek képzelem magam, sőt, legyen. Tipikus kormány. És a főnővér benne a gardróban mire van? Azt megküldöm, megküldöm. Bélám. Bélám. Ha ez a nő egyetlen egy szabadra vad és szenvedélyes szerelmi akkucsba akar veled bolyolódni, akkor ez a nő mindenre hajlandó. Miniszter úr, de... A miniszter! Tartsa meg magának! Béla! Gyere! Képezd ki ezt a nőt, mondd meg neki, hogy mit kell. Nem tettél még elég életet tönkre, miniszter úr, vagy nem? Végezd is! Mondd meg neki, hogy nyitok! Ki az? A kedvenc szobapincére jöttem, mint a szélvész. De jó, de magát nem hívta senki. Ez igaz, de úgy sejtem, hogy egy újabb válságon kibontakozóval a miniszter úrnak szüksége van egy bizonyos Takács Bélámé Matildra, vagy nem igaz? Ezt maga honnan tudja? Hallgatózta, bejöhetek? Jézus Isten! Maga kicsoda! Matild parancsára. Rezső! Mi a fészes felére kellett magát bekötni ebbe a maskarába? Annak a kedves feleség egy tapottat sem mozdul innen addig, amíg nem találkozik Matilda. Engedelmével kell mutatkozni. Takács Bélámé! Matild! Hát, russza féregnek tetszik, nem tudom. Béla, gyere már, kezdjél! Na Béla, hol van az az arra? De nem látod őt. Nem, hát. Lajos, de egy kis meg, gyere már mindjárt. Még? Most jó. Nem, hogy most lehelyezkedjük meg. Lajos, te meg mindig mi a fenét keresel itt? Drágám, arra gondoltam, hogy megvárlak. Majd nem sokára utána megyek a parlamentbe, néhány is köszöntettem a Béla feleségét. Na ugye megmondtam. Tadám! Mutatkozz be, Matild! Ugye mondtam, milyen is jó. Az egy Lajos! Na, meg volt a kívánságod. Üdvözölted, Matilda? Most már mehetünk üdvözlőd, de aztán irány a parlament. Jó? Én is tudom, hogy üdvözöltem, Matilda. Kérdezed, vagy a könyvvezető? Béla, ez meg kicsoda. Bela nővér vagyok. Egy ápolónő. Ő volt a nyöszörő lány. Na, ennyire tellett. Hát, most már jövő, ugye? Igen. Sok boldogságot, kedves Matild. Igen. Mi mindannyian nagyon boldogok vagyunk, Matild, menjél vissza a 445-esben. Nézzék, pontosan fogalmam nincs, hogy mi történik itt, de ha 5 perccel belül nem ürítik ki ezt a lakosztályt, akkor valamennyiket pirítve fogom elvezetni a folyosón váró biztonságiakkal. Tudásom magam, akkor elvezetek, hogy vigye magával az észleges bátyát is. Igen, megyünk végül az esküvőre. Olyan esküvő! Ki legyen őszinte. De végében szeretem az ilyen rúgja férgeket.
Béna. Ugye Martin valójában egy polgármester. Belástanám. Béna. Én ma már annyi mindenben nem vagyok biztos, de ebben az egyben még talán igen. Hát, ennek igazán örülök, Béna. Igazán? Igen. Csak azt tudnám, hogy mit mondok majd mindenről a mamának. Majd, tudja mit, majd azt mondjuk neki, hogy a fia megtalálta álmai szövetét. Igen. És melyik az Béla? Maga Bellácska, maga. Olyan csodálatosan viselkedett az egész nap folyamán. Jaj, hát maga is olyan csodálatos volt Béla. Oh. Tudja, hogy Bellácska, menjünk haza. Már minden eszembe. Ezt is kijátszottad, lassodva majd egy picit cimát. Jó? Szép volt. Hát ő... Valóban. Laci, azt mondta, hogy jó fia.